15 éves a debreceni Kuckó Művésztanya utca színháza. Debrecenben ahhoz képest, amennyi tehetséges gyerek van, elég kevés olyan hely van, ahol játszani lehet. Akik profik akarnak lenni, nyilvánvalóan nem a Kuckó Művésztanyát választják, de akiknek mindenük a játék, a csavargás, a vándorszínészet, azok, ha megtaláltak bennünket, és hűségesek voltak az eszméinkhez, itt maradtak, és ebből vannak 10. 10, akik 15 éve velünk játszanak. A Kuckónál nincs felvételi, a vándorszínészet szerelmeseit bármikor nagy szeretettel várják tagjaik sorába. Tulajdonképpen nálunk mindenki tag lehet, aki gátlásos azért, akinek meg túlmozgása van, meg túl nagy szája, vagy nagy képű, az meg azért. A magamutogatók is és a gátlásosak is összecsiszolódnak a munka során, és megtaláljuk azt az egyensúlyt, amikor már tudunk együtt dolgozni. Nincs nálunk felvételi vizsga, vagy ilyesmi. A hűség, a cél szeretete, és egymás szeretete az, ami összetart bennünket. A társulat elsősorban falvakban komédiázik, de megfordultak már a felvidéken is. Rendszeresen 15 éve járunk a Csereháth eldugott apró falvaiba. Ott elég nagy az érdeklődés, úgyhogy átment a hírünk a határon túlra, úgyhogy most 5 napot a 10 napos turnéból már a felvidéken töltöttünk, Szádelő, Szádalmás, Udvarnoki, Jablonca, ezek voltak azok a helyek, ahol játszottunk. A debreceni művészek az újhelyi közönség szórakoztatására Hans Sachs 3 komédiájával készültek. Nincs túl nagy tanulsága, az van, hogy én is gyarló vagyok, de a szomszéd még gyarlóbb. Tehát igazából legszebb öröm a káröröm. Ez csak önmagáért, a nevetésért. Ez születtek ezek a darabok. De azt jól szolgálják.